A Tolnai Holtágon rendeztek kajakkenu versenyt, amin több mint 300 versenyző képviseltette magát 10 egyesület színeiben. A legkisebbek egy ügyességi pályán tesztelhették tudásukat, míg a nagyobbak számára a 2000 és az 5000 méteres távok közül lehetett választani. A megmérettetésre a környező településeken kívül külföldről is érkeztek versenyzők. Barina Bence elmesélte, hogy a meleg időjárás ellenére is nagyon élvezte a versenyeket, és elégedett az elért helyezésekkel. Holnán voltunk Marmarosi kupán, és 2000 métert mentek az U10-esek, és úgy az U11-esek is. 5000 és 2000 méter távok voltak, K és MK, és volt, hogy az U8-U9-nek előkészítő volt, és ő ilyen rövid előkészítő pályán vettek részt. Én egyet nyertem, és egyszer voltam második, párosban voltunk másodikak a barátommal, és egyesben voltam én első, barátom pedig második, de U11-es. Ja, meg volt vegyes páros is. Egy olyan 20 méter páros megyek nyilván. Barina Szivi Orsolya elmondta, a sportnak nem csak a szervezetre van jótékony hatása, hanem a közösséghez tartozás érzése is sokat jelent a gyermekek számára. Hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy újra Tolnán rendezhetjük ezt a kajakkenu versenyt. Több 10 évig hagyománya volt annak, hogy a Tolnai Holtágon gyűlik össze a kajakkenu világ apraja nagyja. Ez az idei évben, hála Istennek, a vízminőségének és a hinármentesítésnek újra megadatott számunkra, hogy itt lássuk több mint 10 egyesület, több mint 300 versenyzője vesz részt ezen a regionális versenyen, amelyet gyakorlatilag a Magyar Kajakkenu Szövetséggel együtt és Marmarosi Zsolt támogatásának köszönhetően valósíthatunk meg. A gyermekek számára 2000 és 5000 méterre teljesítendő versenytáv, ezt ugye attól függően egyes, páros vagy négyes hajóegységben teljesítik, és hát elsősorban ugye a régióból érkeztek hozzánk, legközelebből ugye a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület, de vannak itt Bajáról, Nagykanizsáról, Paksról, Dunaföldváról is csapatok, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az idő is kegyeinkbe fogadott mindannyiunkat, és egy nagyszerű hangulatban bonyolíthatjuk ezt a versenyt. Mi ez akkor? Gyerek a gól! Gyerek a gól! Nyomjad! Nyomjad a gól! Hát ez egy nagyon izgalmas dolog, ugye általában örülünk, amikor már a legkisebbeket is ugye hajóba tudjuk ültetni, olyan 8-9 éves kor az, amikor a kajakkenu igazán egy elkezdhető, amikor már a gyermekeknek egy vízbiztonsága is van. Ebben a korcsoportban még ügyességi pályát teljesítenek a gyerekek, és onnantól kezdve 9-10 éves kortól egészen ugye a mai versenyszám 18 éves korig a serdülő korosztályig bezárólag kajakban és kenuban fogadjuk a versenyzőket. Hát éremdíjazásban feltétlenül, ugye 16 éves korosztályig bezárólag az 1-6 helyezett kap éremdíjazást. Hozzátette, nagyon örül, hogy egyre több gyermek választja sportágnak a kajakkenut. Én bízom benne, hogy remek felvételek is készülnek erről a mai versenyről. Azt hiszem, hogy már a képek is önmagáért beszélnek, de azért azt tudom elmondani, hogy amennyiben a természet szeretete, a víz szeretete összekötődik a mozgás szeretetével, és valahogy az ember ugye kicsit hagyja, hogy átjárja az az életérzés, ami a vízen történik. Biztonságosan úszik már a gyermek, akkor azt gondolom, hogy a legjobb kezekbe kerülhet, hogyha a kajakkenut választja sportágának. És nagyon bízom benne, hogy nem csak most, hanem a következő években is lesz arra lehetőségünk, hogy vendégül lássuk a kajaknak, nem csak a régiós képviselőit, hanem akár országos versenyeket is tudjunk, nemzetközi versenyeket is tudjunk lebonyolítani. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ehhez ne csak a létesítmény és az infrastruktúrális háttér legyen megfelelő, hanem a víz minősége is segítse ezt. Sokan a sportágon belül küzdünk azzal a problémával, hogy nagyon alacsony a vízállás. Ez köszönhető ugye nem csak a helyi adottságoknak, hanem nyilvánvalóan a csapadékmentes, extrém csapadékmentes időszaknak, ami másoknak is kihívást hoz. Szeretném, hogyha a közeljövőben és a távoli jövőben is lenne elég erőnk és energiánk ahhoz, mind a víz, mind az egyesület, és hát leginkább mind a felnövekvő generáció nyitott legyen, szeresse ezt a sportágat, élvezze a vizet, és leginkább egészségben tudja eltölteni a gyermek és a felnőtt éveket is. A Tolnai Kajakkenu Sportegyesület évente egyetlen egy versenyt szervez, idei verseny naptárban ez a mostani. Ami a gyermekek számára viszont egy nagyon meghatározó, az országos bajnokság a következő hétvégén Győrben kerül lebonyolításra, akkor már kilépünk a régió keretein belül, országos szintű megmérettetés vár a gyermekekre, és bízunk benne, hogy Tolnán
legközelebb jövő évben fogunk tudni újra vendégül látni kajakos gyermekeket. A résztvevők számára ez a megmérettetés tökéletes felkészülés volt a következő nagy versenyre, az országos maratonbajnokságra.